EU. Megvédjük egymást. A műsorszámot támogatja az Európai Bizottság. Kezét csoklom, jó reggelt kívánok, és nagyon boldog nőnapot kívánunk Farkas Boglárkának, aki a Habitat for Humanity Magyarország kommunikációs menedzsere. Kezét csoklom. Számokat fogok mondani, 3 millió ember él lakhatási szegénységben Magyarországon, 140 ezeren nem tudják fizetni a saját számlájukat, 300 ezer ember él szegregált körülmények között különböző telepeken, és tudnak rajtuk segíteni. Egészen pontosan hogyan tudnak, mi az a bizonyos második esély? Igen, talán onnan indítanék, hogy mi a Habitatnál azért építünk, hogy minden embernek élhető és biztonságos otthona legyen, ezzel foglalkozunk itt Magyarországon is. És biztos sokan emlékeznek rá, amikor 20 évvel ezelőtt Jimmy Carter elnök Vácott elkezdett házakat építeni. Ez volt a megalakulása a Habitatnak itthon. És az évek során sok mindennel foglalkoztunk, de az utóbbi években önkormányzati bérlakásokat újítottunk fel különböző budapesti kerületekben, amiben rászoruló családok költözhettek, akiknek átmenetileg egy nehéz helyzetbe került rászoruló családok. Úgyhogy ez az a programunk, amit csak második esélynek hívunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azok a családok, akiknek valamilyen okból, tehát akár devizahitelesek és elvesztették az otthonukat, akár eladták a fejük fölül az albérletet, és nem volt hova menni, mert nem adták ki nekik a lakásokat, ők egy nehéz helyzetbe kerülnek, és mi még a hajléktalanság küszöbéről visszahozzuk őket azzal, hogy felújított önkormányzati bérlakásokba költözhetnek, ami nyilván nem egy ingyenes lehetőség, tehát hogy ezért ők is bérleti díjat fizetnek, de hogy mégiscsak egy óriási segítség ezeknek az embereknek. A gyakorlatban ez hogyan működik? Önök felújítják ezeket az önkormányzati lakásokat. Az önkormányzatok mennyire partnerek ebben egyébként? Több kerülettel dolgozunk, az elmúlt években 3 kerülettel dolgoztunk, és azt látjuk, hogy egyébként az önkormányzatoknak ugye nincs erre forrásuk, nincs rá pénzük, hogy felújítsák ezeket a nagyon rossz állapotban levő lakásokat, és ezért nagy örömmel veszik, vagy nagyon rugalmasak és jó partnereink abban, hogy tényleg felújítsuk ezeket. Ez úgy néz ki egyébként, ez a felújítás, hogy valamikor az év elején kiválasztjuk azokat a lakásokat, amiket fel fogunk újítani, és ekkor választjuk ki a családokat is, akik majd beköltöznek, és velük együtt a nyár során újítjuk föl, tehát ők is ott vannak az építkezéseken. Sokszor részt vesznek benne, ez jó, igen. Mert akkor jobban magukénak is érzik. Nem? Igen, igen, pontosan. És egyébként ugye önkéntesekkel is dolgozunk, ezek olyan emberek, akik a szabadidejüket áldozzák rá, hogy jöjjenek nekünk segíteni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény a családok számára. Szerintem saját magát vitte el a legfontosabb kérdésig, vagy a legtöbbeket érdeklő kérdésig, hogy kik és hogyan juthatnak ehhez hozzá. Ez egy pályázati rendszer, kiszáll egy bizottság, neki kell bemenniük az önkormányzathoz. Hogyan működik ez pontosan? Ezek a családok, ők átmeneti otthonokban élnek. Ez egy olyan intézmény, ahol a családok, amikor valami nehéz helyzetbe kerülnek, akkor oda beköltözhetnek. Ez egy ilyen 30-40 férőhelyes, minden családnak van egy szobája, ez egy így kell elképzelni. És ott családgondozók vannak, meg szociális munkások, és mi velük közösen, tehát ezek a partnereink, ezek az intézmények, választjuk ki, kik azok a családok, akik alkalmasak arra. Ha jól értem, akkor ez úgy működik, hogy van a második esélyprogram, és igazából az Európai Uniós támogatással lesz ez igazán nagy program. Igen, tehát az eddigi években ezt ezekkel a partnereinkkel és az önkormányzatokkal vittük, illetve hát nem elhanyagolható, hogy ugye nagyvállalati partnereink vannak, ők finanszírozzák, ők adják a pénzt arra, hogy felújíthassuk ezeket a lakásokat. És az úgy nő nagyra, hogy Újpesten, Újpesten a Európai Uniós finanszírozással épül egy olyan 31 lakásos társasház, amiben szintén rászoruló családok költözhetnek majd a következő években, és ebben is részt veszünk mi, a Habitat. Mi azon fogunk dolgozni, hogy egyrészt a családokkal az együttműködésen, másrészt, hogy egy jó közösség alakuljon ki. Ugye itt nagyon fontos a közösségszervezés is egy ilyen nagyobb társasházban. Nagyon sok család... Ez részcél egyébként? Tehát, hogy gyakorlatilag egy családot teremtenek, vagy egy csapatot teremtenek? Igen, ez egy része, hogy ott egy jó közösség alakuljon ki. Azért nagyon sokféle háttérből jönnek ezek a családok, és azt szeretnénk, hogy ott tényleg egy jó közösség alakuljon ki, úgyhogy mi szociális munkával járulunk ehhez a projekthez. Ha jól látom, azért az uniós támogatás az nagyon nagy lehetőséget jelent, mert ugye eddig az történt, hogy rettenetesen leromlott állapotú önkormányzati lakásokat újítottak fel. Egyébként több ilyet is láttam már, amit annak felújítottak, és tényleg rá sem lehet ismerni a lakásokra. De mégis azért más minőség az, hogy itt épül egy új társasház, ugye uniós támogatással, mint az, hogy régi leromlott állapotot újítok fel. Várható az, hogy lesz ennek még folytatása, hogy épülhet több ilyen új ház, amiben szociális bérlakások lesznek?
Igen, mi abban bízunk, hogy várható. Mi egyébként azt sürgetnénk, hogy amellett, hogy az új ingatlan szerzést támogatja a jelenlegi kormányzat a lakáspolitikájával, azt gondoljuk, hogy az is egy nagyon követendő példa lenne, hogy ilyen új szociális alapú bérlakások épüljenek, egy bérlakásfejlesztési programot sürgetünk már évek óta. Úgyhogy abban bízunk, hogy ez a modell, amit Újpesten viszünk, illetve amit Zuglóban szintén az Eco Housing programban, ott abban is részt veszünk, mint megvalósítók, és ott is egy olyan társasház épül, ami amellett, hogy rászorulóknak lesznek kiadva lakások, amellett még egy ilyen kvázi passzív ház is, ami azt jelenti, hogy nagyon energiahatékony és nagyon modern megoldásokkal épül majd. Úgyhogy mi abban bízunk, hogy ezeket a mintákat látva a kormányzat is majd biztosan épít szociális alapon kialakult. És hogyha már komplexitásról beszéltünk, mint uniós támogatás, mint önkormányzatokkal együttműködés, mint a Habitatnak a szerepe a dologban, annyi kulisszatitok elárulható, hogy innen a stúdióból hova megy? Igen, ezt már említettem is. Egy olyan önkéntes napra megyek innen, amit a nőnap alkalmából rendezünk meg, ez a Women Build, és itt nők építkeznek, tehát csak női önkéntesek fognak dolgozni a mai építkezésünkön, és egy olyan pár számára újítunk fel itt egy lakást, akiknek állami gondozásba került a gyerekük, amikor elvesztették a lakhatásokat, de most beköltözve ebbe az otthonba, majd ismét visszakaphatják a gyerekeiket. Ja, és vissza is kapják a gyermeküket. Ó, hát nem is tudom, hogy nőnap alkalmából van-e. Ennél szebb üzenete van-e. Így van, igen. És egyébként csak egy zárójeles kérdés, hogy a férfi kollégák akkor milyenkor hol lesznek? Ma megmondom, hogy egyébként szoktak ők is dolgozni. Igen, az építésvezetőnk azért a helyszínen lesz, és ő az, aki nagy, így koordinálja a munkálatokat is, de ennek az üzenete ennek a mai napnak az, hogy női összefogással segítünk egy családon. Van egy olyan platform, ahol érdeklődhetnek akár a rászorulók, akár akik csak információval kapcsolatban szeretnék önöket megkeresni? Igen, a habitat.hu oldalon be lehet hozzánk jelentkezni, minden segítség is jól jön, ezt el szeretném mondani, úgyhogy akár önkéntes munkával, akár hogyha bármi más. Ha én ma úgy döntök, hogy szeretnék egy malte, nem tudom, hogy milyen szakképesítés kell ehhez, de például malterezni, akkor megtehetem például? Igen, a segédmunkákat végzik el az önkéntesek, azért a szakmunkákat. Kegyed mit csinál ma, szabad elárulni? Igen, én kimegyek a helyszínre, és én vagyok az, aki mesél majd a Habitat munkájáról. Ott leszek a helyszínen, én is lehet, hogy építkezek is, hogyha lesz elég munka. Ilyen egy igazi kommunikációs menedzser. Farkas Boglárkának boldog névnapot kívánunk, és szerintem a legszebb hírrel fogadott abszolút minket éve. Ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kezét csokolom. EU, megvédjük egymást. A műsorszámot támogatja az Európai Bizottság.